talajnak a termő rétegét kellene pótolni. Ezt a humuszos réteget kellene pótolnunk, és ezt a humuszos réteget most kétféle módon pótoljuk. Egy nagyon szép kész komposzttal, amit Varga Gábor készített, és egy biogiliszta humusszal. A Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke ismerteti, hogy miért érkeztek a kríziskezelő központhoz. A magas ágyásokban és az üvegházakban termesztett növények és gyümölcsök jó minőségét garantálja a talajjavítás. Október a komposztálás hónapja, és a Gaja Egyesület szívügye a komposztálás, azzal együtt, hogy az elnökünk nemrégen halt meg, Varga Gábor, aki ezt az egész városban, az egész megyében országosan hirdette és tanította. És most egy olyan jelképes programra kerül sor, hogy a Kristóf házban készített komposztot, amit Gábor komposztált az elmúlt időszakban egészen a nyári haláláig, abból a komposztból mi szeretnénk ajándékozni. A Gaja Környezetvédő Egyesület és a Kríziskezelő Központ együttműködése 20 évvel ezelőtt kezdődött. A talajjavításhoz 20 zsák komposzt és 2 zsák giliszta humusz érkezett az intézmény udvarára. Szerintem ez egy óriási segítség, hogy a Gaja Környezetvédő Egyesület gondolt ránk, hogy ők azért ilyen talajjavítással is foglalkoznak, és tudták azt, hogy nekünk van közfoglalkoztatási programunk, amit ugye amikor lehet pályázni, pályázunk. Most is ugye sikeres megvalósít pályázaton vagyunk túl, és hát fél időben vagyunk gyakorlatilag, és segít így feljavítani a talajunkat, ami éppen folyamatban van. Hát ugye a cél az, hogy jövőre is tudjunk termeszteni. A vezető hozzátette, a kríziskezelő udvarán évek óta termesztenek magas ágyásban sárgarépát, hagymát, paprikát, paradicsomot, epret. A megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elviszik a telephelyekre, az anyaotthonba, a női szállóra, a Kikinda utcába és a Sörház téri szállásokon is fogyasztanak belőle.